Újabb sikereket értek el a Karcagi Nagykun Református Gimnázium és Egészségügyi Szakgimnázium ifjú történészei. A részletekről velük és felkészítő tanárukkal dr. Pintér Zoltán Árpáddal beszélgettünk. A járványhelyzet okozta nehézségek ellenére, bár nem a szokásos módon, de most is megrendezte az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem a Szavária országos történelmi versenyt, melyen két refis is eredményesen szerepelt, hiszen a helyi fordulóból tovább jutott a megyeire Kovács Zoltán 9. C és Kovács Lajos 10. A-s diák. Ez a járványtól sújtott generáció, ezek az osztályok, évfolyamok is megjelenik azt, hogy ha már legalább a jelenléti oktatás elmaradása miatt bizonyos élmények elmaradnak, nekik legalább a közösségformálódásnak egy online formája és a tehetséggondozás valamilyen szinten érvényesüljön. Nagyon-nagyon sok verseny elmaradt az idei versenyszezonban, tehát ugye általában mi azért több tantárgyból, kollégáimmal, akár történelemből, akár matematikából, akár természettudományokból rárepülünk úgymond a szokásos versenyekre. Sajnos ezekből nagyon sok kimaradt az idei szezonban. Szerencsére az Eötvös Loránd Tudományegyetem szervezésében a Szavária Országos Tudományos Történelmi Vetélkedő az ebben az évben is megrendezésre került. Igaz, hogy a jelenlegi egészségügyi, járványügyi helyzet tükrében szigorú szabályokkal más módon szervezték, de becsületükre szóljon, hogy megszervezték. Ezen indultunk el az iskolánk jó, ügyes 9-10. Évfolyamos töriseivel. A megyei döntő 9. évfolyamos győztese Kovács Zoltán lett. A 10. évfolyamon a tavalyi bajnok Kovács Lajos óriási versenyben a 3. helyen végzett, tudtuk meg felkészítőjüktől, aki örül annak, hogy a jelenlét nélküli oktatás ellenére szorgalmasak voltak tanítványai, és így lehettek sikeresek. Elmondhatjuk szerencsésen, hogy ebben az évben is több diákunk jutott be a döntőbe, hogy ez egy megyei döntő volt. Ebben az évben a 9. C osztályból Kovács Zoltán és a 10. A történelem tagozatos osztályból Kovács Lajos jutott be a döntőbe. Ugye Kovács Lajos a tavalyi bajnok, tehát aki tavaly a megyei úgymond legjobb törise lett, hogyha ezt így lehet megfogalmazni. Ő most egy nagyon nagy versenyben, szólnoki iskolákkal komoly versenyben a dobogón 3. helyen végzett saját évfolyamán, míg Kovács Zoltán a 9. évfolyamon úgymond megyei bajnok lett, tehát most idén maga mögé utasította a rivális iskolákat, rivális települések versenyzőit. Mind a kettejükre nagyon büszkék vagyunk, ahogy büszkék vagyunk azokra a gyerekekre is, akik a mindenféle nehézség ellenére, a távtanítás, az egészségügyi korlátozások ellenére jöttek, versenyeztek, vállalták az egészségügyi feltételek miatt ugye távol, egymástól megfelelő távolságban való versenyzést és így tovább. Én úgy gondolom, hogy ránk most pedagógusokra, az egész pedagógus társadalomra nagy feladat hárul. Nagyon fontos az, hogy élményszerű maradjon a diákok számára az iskola, hiszen a jelenléti oktatás hiánya az nagyon sok élményt vesz el tőlük. Ha ezzel egy picit is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy szép és jó emlékek keletkezzenek erről a tanévről, akkor én úgy gondolom, hogy már megérte, és szeretettel gratulálok a versenyzőknek. Kovács Lajos most csak 3. lett. Elmondása szerint igen nehéz volt a verseny. A tavalyira sokkal könnyebben fel tudott készülni, a mostanira online is kellett szakirodalmat olvasnia. Igen nehéz feladattal álltunk szembe. A tavalyi verseny a sokkal könnyebben ment arra a felkészülés, ugyanis normálisabb keretek között tudtam készülni. Viszont az idején saját magamnak is kellett online utána néznem a szakirodalmaknak, amiben tanár úr természetesen segítségemre volt. Ahogy említette, két szolnoki diák elém került a dobogón, de nem nagyon zavarhatom ezzel magamat, ugyanis, hogy tavaly én lettem az első, most idén 3. lettem. Szerintem egy igazán jó helyezést értem el, annak ellenére, hogy milyen rendkívüli helyzetben vagyunk. Két szolnoki diák előzte meg a szoros versenyben, amire minden korszakot átnézett. Korábbi teszteket is megoldott, hogy minél sikeresebb legyen. Mindegyiket pontosan átnéztem, illetve nem egyszer, nem kétszer, hanem többszörösen töltöttem ki az előző feladatlapokat is, ezzel készülve az idei versenyre, hogy minél jobb helyezést érhessek el. Szóval nem mondanám, hogy lett volna olyan feladattípus, vagy feladat, amire nem számítottam volna. Teljes körű felkészülésben vettem részt. Kovács Zoltán kedvence a történelem. Szeretem a történelmet, de a többi tantárgyat is szeretem, de az egyik kedvencem. Hogyan készültél erre a versenyre?
a tanár uram segített nekem felkészülni a versenyre, de mivel most nem volt iskola csak ugye 2 hónapig, magamtól is kellett készülnöm, olvasni utána. A versenyre most sokat kellett önállóan készülnie, de tanára is sokat segítette. Volt olyan témakör, amit nem nézett át, de a tanultak alapján kikövetkeztette a helyes választ. Szerinte nehéz volt a megyei forduló, így örült, amikor megtudta, hogy első lett. Hát volt olyan, amit annyira nem néztem át, volt olyan témakör, de nagy részt bevált, amit megtanultam. Tehát az alapismereteid megvoltak, és esetleg kikövetkeztetted? Igen, a tanultak alapján is, meg az utána olvasatok alapján is tudtam. Azt gondoltad, hogy ilyen jól sikerült? Hát nem gondoltam annyira, mert eléggé nehéz volt a megyei forduló, de akkor így végül megnyertem. És milyen érzés volt, amikor ezt megtudtad, hogy nyertél? Hát nagyon örültem neki, mert nem számítottam rá, hogy meg fogom nyerni, de igazából már sokszor szerepeltem versenyen, de ez egyik legjobb volt. Az online oktatás, mondtad, hogy megnehezítette a felkészülésedet, de te hova mész majd, hiszen azért még van pár éved a refiben, de történelem az fontos számodra a továbbtanulás szempontjából is? Hát még nem tudom annyira, de a történelemben is gondolkozok. De a többi tantárgyat is igazából szeretem, szóval még nem vagyok benne biztos. Történelemből melyik az a kor, ami közel áll hozzád? Hát igazából az ókor az egyik kedvencem, mert ugye azt rendes oktatás alatt is megtanultuk, és azt így jobban lehetett átélni, de a modern világot is szeretem.